Szép jó estét kívánunk! Utolsó mérkőzés, én még mindig Csió vagyok, ő pedig még mindig Darcik. Szia, Darci! Szia, Csió! Én is üdvözlök mindenkit! De nem akarom elkiabálni és azt mondani, hogy utolsó mérkőzés. Azért ez egy kicsit bátor volna. Úgyhogy Orihen kliktek jön csak úgy simán. És most van meg a lehetőség arra, hogy meglegyen az oda-visszaverés, de úgy istenesen, hogy mindenki 2-0 lezzen egy csapatot, de ez mind körbe menjen. Úgyhogy, akinek most drukkolni kell, az az Orihen. Én az elmúlt két nap után a klikteknek szurkolok. És én kommentálom a kliktek meccset, tehát ha Bucinak igaza van, akkor most a kliktek veszít. Mostanában szokásukká vált. Ezt régen azt mondtuk, hogy a klikteknek szokásába vált győzni. De akkor azt mondod, hogy Orihen, win? Igen. Zsír. Buci nem tudott választani erre, inkább kihátrált a kérdés elől. Ellenben nagyon jó kis mérkőzésen vagytok túl, és kialakult a D-csoport. Számunkra nagyon-nagyon kedvező felállással, ugye? Hát itt a C-ben még mindig lehet 1-1 végig. Vagy hogyha mostani mérkőzést nézzük, és nyer az Orihen, akkor azért kialakul a tabella, és akkor nem lesznek további mérkőzéseink sem. Nem kell dartsban kidobni a győztes, meg pénzérme feldobással. Nem hiszem amúgy, hogy még három mérkőzés lenne, tehát ez kizárt meg. Még egyszer behúzzuk a mai napot, és az is egy-egy lenne, és itt vagyunk karácsonyig. És nem lesz MSI-ünk, meg nem lesz LCS-ünk, meg semmi nem lesz. Ez jó. Szubnapunk sem. Nem magyar LOL TV leszünk, hanem European Masters Hun TV. Group C. Külön stílusdíjat kialakítunk. Orihen Kliktek TV. Így van, így van. Na, az Orihen nagyon-nagyon gyászosan kezdte az első mérkőzését, ugye Kliktektől kapott ki, de nem is kicsit, akkor nagyon-nagyon csúnyán elverték őket. 30 perc fölött voltak, azt hiszem. Akkor már felére nyeresége jogos. Ellenben nem találkoztak azóta se. Tehát így most tényleg itt a nagy revansra a lehetőség. Gonosz voltam, mert forgiverrel is olyan posztot raktam ki a Facebookra, ami hát most nem szolgált rá szegényként, mert nagyon ügyes volt. Pedig őt tegnap volt, a legtöbben a cseten. Tegnap volt kliktekes trollposztom, arra viszont rászolgáltak. Mi történt a kliktekkel, mit gondolsz? Mi volt a trollposztod? Hogy székre rakják a szendvicset. Jó. Jó. Hogy szerintem reális esélye van-e az Orihennek? Így érted a kérdést? Úgy értem, hogy milyen jó Isten történik a kliktekkel. Nem érdek az Orihen, mert van bennük potenciál, tény is való. De a kliktekből hova tűnt a potenciál? Tehát ennyire nem lehet mumusa az Excel jelen pillanatban számukra. Egyébként szerintem lehet, de nem csak ezzel van a probléma. Valamilyen álom összeállítást kaptak az Orihennel szembe a kliktekesek, tehát egy olyan kényelmes kompozíciót játszhattak, amivel úgy gondolom, hogy otthonosan érezhették magukat, és úgy is játszhattak. Az Excel már nem biztos, hogy ezt a kényelmet megadta nekik. És az a baj, hogy igazából szerintem ez nem is az Excelnek az érdeme. Azt a kliktek választotta félre valamiért, és ezt nem tudom hová tenni. Tisztelet tiltás Froggennek. Nem miért, az nem volt olyan vészes ez a 11-9-es anévia. 11-09, azért nem mindegy. Jósan, igen, ott volt egy nulla is közte. Madarak hullanak az égből is, mindenhonnan nincs Xayah, nincs Swain, nincs anévia. Még egy Azir tiltást kérünk szépen, és teljesen boldog leszek. Element Trundle és Caitlyn sincs, úgyhogy valami kis lövész változatosság most lesz. Tristana még azért elérhető. De ellene el lehet hozni majd akár itt Cassiopeia, a középső esvényes tiltás Froggen ellen. Elég rendesen ráfeküdtek a középső esvényes Orihenes játékosra. Igen, valószínűleg itt az lehet az elképzelés metódus, a Cassiopeia tiltással, hogy Froggen nem nagyon játszik Ryze-t. És a Cassiopeia tiltással bebiztosítják, várj, azzal, kicsikét olyan egyértelműnek tűn, nem? És így viszont Ryze-t rákényszerítik Froggenre. Vagy X-Spectra a de mi van, ha ez ilyen szándékos? Az már kicsit betegebb, de nem rossz. Láttunk Ryze-es ösvényt. Tény. Adom, és benn van az Azir középső ösvénynek, hozunk három tankot még mellé, lövésznek is valami tankot. Tehát így nem tudom. Na, mert meglátjuk, az a lényeg, hogy van egy Ryze-unk, az biztos, és itt van a Varus, aki a tegnapi nap folyamán nagyon-nagyon csúnya volt az AP Varus képében.
Malzár középső ösvény Milicához, Pokoli Markok fogják uralni a középső ösvényt. Vagy támogató Malza, visszanyúlunk a gyökerekhez? Közben kapom az információt, hogy még ez is lehet, amit én mondtam. Megnyugodtam, hogy vagyok annyira okos, mint a streamkezelő kollega. Szivír. Ez nagyon jó lehet a Pokoli Marokra reakciónak. Reakciónak nem. Ez ilyen megelőző akciónak jó maximum. Igen, úgy értettem, hogyha nagyon jó vagy, akkor ki lehet vele kerülni. Skarner. Hát... Inszek ilyen Skarner OTP lett mostanában. De eddig jó is. Stefan Olaf. Egyelőre azt látjuk, hogy a Skarner azért dominálni tud egy Olaffal szemben. Azért láttunk ma nagyon szép Olaf játékokat is. Hát ha a dzsungelbe találkoznak, vagy a folyóban, tehát ilyen egy-egyes helyzet, volt. Az szerintem Olafnak kéne, hogy kedvezzen, sőt, igazából biztos. Egyetlen dolog szólhat közben, az egy jól felépített obeliszk, ami ugye rengeteg támadási sebességet ad Skarnernek. De még azzal se kéne, hogy Skarner nyerje amúgy az 1v1-et. Na mindegy, Gangplank tiltás. És Morgana? Azért nem biztos, hogy egy Shen felsősvényre kell a Gangplank tiltás, mármint hogyha Shen felsősvény lesz. Úgyhogy ez lehet, hogy csak egy sima Gangplank tiltás, mert Xpect annyira betonbika volt ezzel az állattal, és amúgy ez viszont jogos. Én egyébként bepikelnék egy Shent, és azt mondanám, hogy jaj, hát mégse ő támogató játékos, nem felsősvényes. Hát ilyen simán bejátszanám a helyükben. Furcsa, hogy nem Tristanet látunk. Forgivelnél. Igen, amúgy ezt már én is ki akartam emelni. Csak nehogy ez legyen a halál tusája ennek a mérkőzésnek. Az biztos, hogy a sok keserű, citromízű poszt után, amit Forgiven kinyolt a Twitterre, most nekik meg kell nyerniük. Volt ilyen. Volt. Mióta ismételten játszik, azóta megszaporodtak a Twitter posztjai. El sem hiszem Forgivenről. Igen, meghasonlult önmagával, és nem aramozik, hanem inkább gépel Twitterre. Tahmkench. Az Oriennek egy elég passzív kompja van. Hogyha a Tahmkench lesz a vége, persze. Azért Szivér sem a sebzéséről híres szerintem. Olaf ellen talán, akinek nincs ellenállása. Tehát ő azért szokta kapni még Szivértől is derekosan a kriteket. De akkor is ez egy olyan passzív összeállítás szerintem. Nagyon nem tetszik. Egyik oldal választása sem. Ó, Renekton! Székre kezei közé! Nézd meg! Mi van? Ezt mondjuk, hogy székre. Székre rakja Renektont. Nem csak próbáltam ragozni a dolgot, és hát ha ilyen... Most próbálom a te neveddel, hogyha Chio, akkor ez egy ilyen Chiozás. De ha ez egy ilyen székre, akkor ez egy ilyen székrekedés. nagyon jó ez a Renekton. Remélhetőleg egyébként ez a hódítós verzió lesz. Nagyon sokan mondták már, hogy Sion ellen ez egy működőképes választás. És lehetséges, hogy Olaffal együtt egyébként a 2v2-ket is magabiztosan és masszívan kéne nyerni. Kíváncsi vagyok azért, hogy ez milyen Renekton lesz amúgy végső soron. Tehát a hasító bárdos titánhidrás verzió, vagy még ennél is valami durvább? Vérszomjas hidrás? Ez mondjuk durvább? Azt mondom, hogy sokkal durvább, az biztos. Hát izgalmas karakter végre a felsősvényen. Ezt meg kell hagyni. Így most már kénytelen vagyok a kliteknek szurkolni. Igen, amúgy. Most már én is. Ugye? Hát egy meglepő választással meg tudja nyerni az emberek szívét. Ezért is kell Rengár toppozniuk. De hát... Ehhez még nem nőttek fel egyelőre. Nem tudok mit hozzátenni, és elvenni ez a mérkőzéshez. Ez aztán tényleg brutális lesz, és te is mondtad, szívjam fel magam, mert itt aztán biztos, hogy nem fogja babusgatni egymást. A klikteket ismerve 1000%, hogyha olvasták a posztjét, nem fogják odani egy győzelmet. Az Oliennek pedig kutya kötelessége elhozni ezt a meccset, hogyha nem akarnak utána még itt számolgatni, meg matekozni, mert nekik azért volt egy nagyon hosszú mérkőzésük. És idő alapján dől el a dolog, akkor nem feltétlenül jön neki a buliból.
Sokkal aktívabbnak néz ki egyébként az összeállítás a kliktek oldalán. A Varus is tud kezdeményezni, Olaf is be tud rohanni, Malzahar egy villanásos marok szorítással eléggé durvát tud egy emberre ráokádni. Közben egy pillanatra hallottam a játékhangot, de aztán eltűnt. Színálsz. Lehet. Ez is megesik. Na mindegy, szóval sokkal aktívabbnak tűnik a kliktek összeállítása. Ez még mindig nem jelenti azt persze, hogy ez a jobb, hiszen az Orihem pont a válasz lépésekben jeleskedik ezzel a saját öt választásukkal. Hódító a Renekton. Hát ő másképpen csábít el, mint Rakan. Ettől feltekintve mondhatni, hogy fájdalmasabb is. Ő hódít meg téged. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Insect mit tud csinálni a mai, hát mondjuk úgy, hogy legjobb karakterével, bár csak egyet játszott, hogy nem nehéz ezt kijelenteni, ugye Olaffal volt elég domináns és rendkívül jó játékot mutatott. Jaj, de cukik voltak. Így összeállva hozták el Skarnernek a Van ezzel a hős kinézettel? Igen, így mind a ketten kinyújtották egymás fél kezüket, mint a Isten ugye lenyúl a felhőkből és megérinti Ádámot. Ádámot? Légy már művészlélek, ha én nem vagyok filmekben sem. Edin Prichtel, mi lesz veled? Én az vagyok, például a Teremtést, azt ismerem. Na, de hát gondolom, te is olvastad az Ádám és Bélát. Persze. Hogy van? Nem, most nagyon hülye poént akartam mondani. Elengedem. Az jó, azokat szeretem. Nem? Mindegy? Aha. Akkor mindegy. Egyébként felnyitott varázskönyvünk van a középső ösvényen, de ugye unblock, tehát mindenki ezt hozta. Milica is, Froggen is. Rise-nál ezt már régebben láttuk, azért mostanában a fázisról az gyakoribb. Wow! Ó, Krokodil Dandy! Oda-vissza. Igen. Sőt, mondhatni, Expect jobban jött ki ebből az egész buliból. De hát még kell egy kis idő annak a Renektonnak, és ez nem akarja Expect megadni. Folyamatosan próbál kötözködni vele, tartsa a farmokból, már pedig ugye Renektonnak szüksége van, hogy dühöt gyűjtsön. Kettes szint azért még nem az, amikor szóló gyilkosságot az elszékre, de az ösvényt már most jól tolja, és szerintem a sebzése sem rossz. Az mondjuk nem előnyös, hogy a romlás italából még csak egy jelző tűnt el, ezzel szemben az egyetlen életerő ital székrétől felhasználásra került. Uh-huh. De talán az első hazatérés után ez majd jobb lesz. Közben a dematerializáló jelzőket használják a srácok. Bőven 2-2 már el is repült. Ó, oh, kóros látomás plusz egy Q képesség némites Froggenre. Ez bizony fájdalmas számára is. Hármas szintű már Milica. Froggen is eljátszhatja ugyanezt egy jó kis rúna börtönnel, de rengeteg életerőtől távozott, és el is kezdte kortyogatni, sőt már nincs neki sem. Putiából. Első sárkányunk egy felhősárkány ez. Skarnernek kötelező jellegű beruházás kell, hogy legyen. De Stefanra is elmondható, hisz ő is egy gyorsaságával kooperál. Edin Prichtel bemegy, felüt, majd Jesse's ment. Nagyon szép reakció, de támkesnek nincs is más dolga. Mint hogy na, ezt megtegye. Hát ez csak ösvénytakarítás volt inkább most. Egy csiszi-csuszi, kis farmolás, lassítás. Expect nem félős, nem érdekli itt holmi új rúna. Tehát ő még nem találkozott ezzel, ő már amúgy 8.8-ba játszik a mai naptól. Nem, szerintem amúgy inkább csak a teleport előnyt akarta kihasználni. Mert hogy székre amúgy már hazament és két durám tárgya van, egy pajzs meg egy kart. Felvértezte magát az agyfaló zombival szembe, aki amúgy két lágyvértel jött vissza. Még tetszik, tehát valószínűleg, hogy ahogy meglett a Renekton választást, egyből a fagyos erősítésről átváltott, és halhatatlanak szorítását hozott. Ez kell is számára, a cseréknél azért jól az a plusz életerő. És biztos vagyok benne, hogy bokor mellény fog elkészülni abból a kettő darab lágyvértből. Végül is a gyógyítást ezt felezi, úgyhogy teljesen jogos. Annyi a kérdés csak, hogy így az első tárgyvásárlás az egyből legyen egy tüskevért? Vagy, tehát, hogy milyen tárgyal lép ki, bere amúgy... Maga csak a bokor mellényt egyelőre, az már bőven elég neki itt a játékezés szakaszában. Froggen!
Megy tovább, nem megy tovább, Milica el tudott menni, közben Insek trollkodik itt. Milica még érkezhetne, 5-ös szintű, nincs pokoli marok, Stefánnal pedig bunyózik Insek. Felveszi még a baltáját, hogy utána tudja dobni, jön székre is. Inseknek mennie kéne, de nagyon menni kéne onnan, villanás, amit ki lehet hozni Skarnerből. Azt van, nem hiszem, hogy a bokor mellény tovább fejleszti. Nem esküdnék meg rá, de amúgy még gyakran vásárolnak jég, fagyos szívet is. De egyébként székre ellen nem is feltétlenül jó a vezérzászló választás. Ez nem AP, vagy bocsánat, egy alapsebzés az neki elég nagy alaptámadás sebzése. Tehát ő azért sokkal gyorsabban be fogja darálni. Ja, a vezérzászlót, igen. Nem, ezt akartam kérdezni, hogy alapvetően szálljon mostanában kötelező esőten, hogy a vezérzászló, de hogy akkor mi legyen most? Ezért kérdeztem, hogy mit építhet most Sion. Hát én úgy gondolom, hogy mivel van halhatatlanok szorításra, szellem arc talán esetlegesen, bár lehet, hogy nem feltétlenül effektív választásra. Maximum adaptív sisakat tudom elképzelni, mert az Varus sebzése is jó, meg a Malzahára is. Jogos, jogos. Az a lényeg, hogy minél kevesebb életerőt bukjon ezekből a cserékből, vagy magának sokkal többet regeneráljon vissza. Na, meglátjuk. Minden esetre. Az biztos, hogy egyelőre jégkori lepel van nála. Amivel töltésidő csökkentése, meg bónusz manája is van, mind a kettőnek örül az ösvényen. Így talán kevésbé tudja rátolni az ösvényt Renekton, és ez ezért egy olcsó tárgy. Emiatt olyan jó vásárlás ilyenkorán. Fura nekem, hogy Renekton elkószál. Tehát jött a középső ösvényre is a csapatharcnál, és inkább a kóstolgatásnál, de így rengeteg farm hátrányba került, tehát így 11-el tud vezetni 12-vel most már expect. Az most egy feltolt ösvény. Valamennyire vissza fogja hozni székre, ebben biztos vagyok. Kérdés persze, hogy mennyire. És nem volt meg eddig a felső ösvény fókusz, amit hát én reméltem, hogy Renekton meg lehet segíteni, talán most. Ebben érkezik Stefan, végső képessége van már. Gyorsítás egyelőre nincs még a cipőjéből. Végső képessége menekül. Expect, és húzta maga után a csúszi székrét. Furcsa, mert megvolt a dupla csúszás, mégse akasztotta meg Sion-t. Kicsikét szerencsétlen helyzet. Igen, ez egy rendkívül jó reakció egyelőre. Mert az Renekton nem használta el a végső képességét még. Így van. Szintelőny van amúgy Stefannál. És ez egy Olafnál elég sokat jelent. Hát konkrétan egy kék lopás nyit. Ajaj, Milica fogja ezt megkapni valószínűsíthetőleg. Froggen pedig nem igazán akar idejönni, hogy belekontárkodjon ebbe. Az üresség lények el is hozzák, Malzának ezt az erősítést. Pedig őrszemen jött át, és látnia kellett Froggennek ezt. Itt igazából mindenki látta, hogy kéket hoznak. Ez egy ilyen ismert titok volt. Nem tudod egyszerűen beleszólni az Orihen ebbe Insek 5-ös szintjével. Stefan itt túl erős. Ez egyfajta power spike amúgy, úgy érzem, Olaf esetében a bónusz AD miatt, amit a Ragnarökkel kap. Végig takarítja az északi dzsungerészt, talán ebből dzsungercsere lehet legjobb esetben, tehát hogyha Insek is azt mondja majd, hogy a déli szakaszt végig lopkodja, akkor az úgy rendben van. A kléktekesek mintha várnák ezt, nem? A kihelyezett őrszemekkel. Igen. Nem tetszik egy X-Pack játéka. Oda-oda fordul, gyere, jössz táncolni, Renekton. Nem, hát de jövök. Nézzük, végső képesség Renektontól visszafele csúszik, mélységű merülésre jöttek Orgivenék. Menekülni kell. Nagyon-nagyon rosszkor használta ki székre így a végső képességet, mert nem tudott vele eleget sebezni. Pokoli marok a karóba húzás helyett, de az is azért kijön. Itt van a megállíthatatlan Stefan Froggen, nem tudott eleget sebezni Milicára. Menekülni kell, most már nem annyira megállíthatatlan ez az Olaf. Vissza is lehet sebezni, de rávillan Froggenre, aki automatikusan villant tovább. Meg is kapta a bónusz mozgás sebességet, majd most a bónusz lassítás. Megérkezett Edin Prigcel is, ő is kér egy falatot ebből a Rise-ból. 0-2 a Kliktechnek, és nagyon-nagyon szeretnének dominálni ezen a mérkőzésen. Tornyot viszont az Orient tud elhozni hamarabb. És még így is arany hátrányban vannak. 100-200, de hátrányban. Székre nem megy tovább. Jól tartja meg amúgy Forgiven a varázspanzsát. És meg lesz lassan a szépítő torony a Kliktechnek. Jól kezdik a mérkőzést. Hát ahogy amúgy. Amúgy legutóbb is az Orient ellen. Végső képessége jön ki az ösvényre, nem akarja átadni azt a tornyot. Jogos. Ezt meg is kellett itt lépni, Alistair is visszaért közben, Nikolas Senpai mellé.
Hát nem, már csak az lett volna csúnyább, Heading Prick-tel elhozza esetlegesen egy égetésre azt a Rice-t, ha már ennyit felsétált megérdemli alapon. Nagyon kisírtam volna. De ez nem történt meg, az arany előny pedig 400 arany jelen pillanatban a klikteknek, ami elhanyagolható így a kettő gyilkosságnál. Inszek szépen biztosítja magának a területet a sárkány körül, de egyelőre nincs lehetősége kimozdulni rá. Alisztár egyből olyan is takarít utána. Söprögető Alisztárt láthatjuk. Pizsomában. De nem tudta elhozni a controller szemet, ezt kihelyezték inkább az alsó ösvény bokrába. Jó kis az ilyen őrszem kitakarítás, megtagadások. Ezzel egyébként, ha valakinél zombi őrszem van, ugye azt is megtagadod. És egyelőre úgy fest, hogy ez a titán hidrás és hasítóbárdos verzió lesz, vagy legalábbis valamilyen hidrás, nem biztos az, hogy titán. De a hasítóbárdot azt garantálni lehet ezen a ponton. Mondjuk van három tankosabb karakter az Odiennél, a titán hidrával jobban járna hosszú távon, ellenben a törékenyebb karakterekkel jobban tud sebezni, gondolom a vérszomjasra. Legalábbis közelebb is bátrabban mehet hozzájuk. Stefan pedig éli nagyon ezt az Olafot jelen pillanatban, 1-0-1-es, stabil farm előnnyel rendelkezik, és valószínűleg a sárkányra is szeretne kilépni most már. Megunta a banánt. Nicolas Senpai romlás lánca, el lehet kapni Thumbcatch-et, majd még fel is van ütve, Forgiven próbál vezetni, itt van Insek is, de eltűnik a Thumbcatch, vastag bőrmécse most jött ki az őrzővel együtt, nézd meg, visszaválaszolnak Stefanra, és mehet tovább, Forgiven nem bukott semmilyen életerőt, hogy Insek sem, Jessis nagyon szépen játszotta meg, Pokoli Markot kap, Skarner, Edwin Prichtel pedig beugrik, még hogyha akad a képe, akkor is. Nézd meg, ott az első gyilkosság, Jessis lehet eltakarítani, majd Nicolas Senpai megy tovább takarítani, Forgiven még sebez, amennyit csak tud, megjött X-Pack, ott van Alistar, húsra fáj a foga, meg is lehet ölni, Forgiven hozza gyilkosságot, majd Sion is bekap egyet, mármint hogy Varus illeti, megjött a True Damage-es székre, vagyis inkább új rúnával felszerelt székre, Inszeknek menekülni kell, Forgiven meg egy rúna börtönnel gátolja a krokodil előre nyomulását, Milica pedig annyi üreség lényet hozt magával, mint amennyi minion az égen, és inkább az ösvényen. Ezt nem mondanám, hogy mindenki megnyerte 50-50-re, de kettő ötlet a gyilkosság aránya. Így van, hármat hozott el a Clicktech, kettőt az Orihen. A kettő szépítő gyilkosság se rossz, de nem tudom, valahogy többnek tűnt a csata egy bizonyos pontján. Eléggé elhúzódó adakozás volt. Villámgyors sejemebb vásárlás közben Froggentől, és itt a visszajátszásunk. Hát itt össze-vissza indulnak meg amúgy a srácok, nagyon lassan lehet csak befejezni Jessis, sőt, őt nem is lehet még visszáblép, bocsánat. Megérkezik viszont Milica is. Az ő végső képessége a varázspajzs nélküli Skarnert kapja el, nagyon szép a három emberes feldobás, de még így is odébb tud tessékelni Jessis egy csapattársat, és Edin Prichtel pont nem hal, meg át tudja adni a toronyagrót. Ezen a ponton viszont véget ér a teleport, és megérkezik a vonat is. Ő egy gyilkosságot azonnal elhoz, a másodikra pedig megérkezik már Froggen is. Viszont itt túlvállalja magát, úgy érzem, X-Pact, mert hogy már közben Székrének is végigment a teleportja, és egyet már gyilkolt, úgyhogy meghal X-Pact is. És nagyjából itt lett vége az egésznek. Az volt a nagyon rossz, hogy Milica úgy ugrott be a pokoli marokkal, hogy egyből megkapta a toronyagrót, azért kellett megszakítania Skarnerre, mert ő tankolta a torony sebzést. És még a pokoli marok végig megy, addig nem is vehető át tőle ebből a szempontból, és hát kettő toronylövés már megkapott egyből. Ezért volt egy kicsit kényelmetlen, és kicsit túl rövid is. Közben az Orion 2-2-re módosítja a toronyállást, és szeretnének még tornyot elhozni. Székre egyelőre nem tud erre reagálni, a sárkány pedig ismételten Insek hozza el. És nézzük, a középső ösvényen is az Orion kezd dominálni. Négy emberrel érkeznek, mélységi merülés, Milicának fölérkezett a pajzsa, és mehetnek előre ragadozás helyett. Ugye Sivir végső képességet láthatunk, egyelőre még nem ragadozik senki. Nincs egyelőre se Skarnernek, sem Olafnak. Szépen zár össze a Clicktech, megóvták a középső ösvényes tornyot, ami rendkívül fontos lesz. Az viszont, hogy a sárkány nem tudták elhozni, egy kicsit keserű lesz számukra. Ezzel a bónusz mozgássebességgel azért sok mindent meg lehet csinálni.
Így van, például jobban kezdeményeznie Insectnek, illetve ezt tovább erősíti majd a szivérvégsők képesség egy hírnök kilépés közben a Clicktektől. Hát igazából újabb célpont, 4 emberrel ez valószínűleg meg is lesz nekik, ha a középső ösvényes torony nem is lett meg azonnal. Nagyon nem mernek egyedül mozogni. Nagyon nem mennek egyedül mozogni, mert bárhova érkezhetnek az orienesek. Ahogy gyönyörű szép romlás lánc, de megint egy támkencset talált el, aztán jön rá a pokolin marok, és 2 végső képesség kell, hogy megöljétek Jessis, és nem sikerül! Mi van veled, Jessis? El lehet hozni az utolsó bárdobás. Befejezi őt. Jessis nagyon sokat hallgatta mostanában a tankcsapdát. Igen! Mennyország turista? Vagy a szex tárgya? Végül is jogos a kérdés. Mind a kettőt nagyon szeretem. Ellenben ez nagyon durva, hogy 2 végső képességnek is, és 4 ember csapkodásának kell kijönnie, hogy Jessis be lehessen fejezni sok egy támogató játékosért. Tehát így körülbelül most kilőtte minden végs, vagy kezdeményező képességet. Jó, Melissának nagyon hamar visszatöltődik egy felnyitott varázskönyv miatt, de nem tudom, hogy megéri ez hosszú távon, hogy ilyenekre alkalmazzák. Itt a hírnök. Uh-huh. Itt a hírnök, hol a hírnök? Hungarian Lucky Game. Középső ösvényre azért jöhet, mert hát az előbb beszéltük, hogy ezt annyira nem tudta a Clicktek elhozni. Így viszont megvan. 3-3 a toronyállás, 3000-es Clicktek aranyelőny. Mennyivel magabiztosabbnak néznek amúgy most ki a srácok? Igen, itt valami történik. Tehát így vagy bekapcsoljátok a monitort, vagy nem tudom, valami biztos van. És nézd meg Nikolas Senpai, hogy darálja azt a tornyot. Be lehet húzni Szekrét a torony alá, és fölkerültek rá jelzők, legalábbis 2 biztosan. Pokoli marok ismételten él, Jessis kapja meg megint. Lőjétek már ki azt a Robikát, hát nem igaz, hogy meddig él. Expect közben érkezett mögéjük teleporttal, a Ragnarökös Olafot nem lehet felütni. Ezt Clicktek szépen húzta meg, és növelték még jobban az aranyerőnyüket. A gyilkosságokról nem is beszélek. Az, hogy csak azt a Renekton-t lehetett elkapni, az régen rossz. Igazából kicsike túlhívás az volt a Clicktektől, de az Orihen nem tudta büntetni őket ezért. Valahogy még kevés a sebzésük, de hát erről beszéltünk, mondjuk nem is tudom mit várok, tehát egy sémöves Ryze mindössze egy korokpálcájával nem fogja megváltani a világot. Talán megugrani, de még abban se vagyok biztos. Forgivennek pedig egy eszencia martalóca van 3 törre, azokkal így próbálta szurkálni a Clickteket, de az se nagyon jött össze. Tehát ilyenkor, igen. Ilyenkor még a hibákat is nehéz büntetni. Majd fellépnek székre és boszorkány kiáltanak. Másolyan nem tudnak egyelőre. Azért úgy gondolom, hogy Sionban lesz bőven tankosság, hogy bírja majd a későbbiekben. Jessis már most két lábon járó tank. Nagyon nehéz őt megölni. De még mindig nem értem, tehát így benn volt Braum is, ha jól emlékszem. Benn maradt Tristana is. És mégsem ezekhez a jól bevált karakterekhez nyúl az Orion. Értem, hogy nem akarták átadni a Ryze, de hát kutya fülét neki. Nem megölhetetlen milic a Ryze-a. Senkinek a Ryze sem megölhetetlen. Ebben egyetértünk. Szerefölelése amúgy ott van Milicánál, azon felül pedig Liandrit fejezett be. Ez, ha minden igaz, mire végigmegy a pokoli marok, már maximális jelzőszámmal és plusz 10% sebzéssel rendelkezik, de ha addigra még nem is, hát egy pár másodperc leforgása alatt és néhány vízió kiosztás alatt ez megvan. Kaptam az információt Dombucitól, hogy Braum mégis tiltva volt. Ellenben lehet, hogy nem is a támogató játékos a probléma, hanem tényleg a lövész. Mert mint nem gyenge ez a szivír, de Jean. Vagy egy első. Sokkal jobb lenne. Szép a karóba húzás. Lehet-e büntetni Szekrét? Nem, mert végső képességét használ. És vissza fogja sebezni, amit elvesznek tőle. És dűlik a dühe, a vérszomja, vagy nem is tudom, hogy mit gyűjtöget. Az biztos, hogy most már teljesen összegyűjtött, és innentől kezdve ugye jobban is regenerálódik a megölt minionokból. És nagyobb a sebzése is. Szerintem be kellett volna érni egyszerűen az ajszakra elvillant. Nem kellett volna Insectnek is beáldozni ezért a villanásos karóba húzását. Ez
felesleges volt. Így mondjuk lehet, hogy oké, de hát ezt meg nem értem. Ó, gyönyörű, szép az összjáték, de megint Insek hozzá a gyilkosságot, annak Rise-nak kéne adni. Vadászat On Sivir-től, Edén Priktel viszont benn van, a romlás lánca kijött, és el lehet-e menekíteni? Expected, igen, Jesse's a megmentő jelen pillanatban, viszont a Clicktech nagyon el szeretné hozni ezt a tornyot, és hát eddig nagyon úgy néz ki, kedves Darcik, hogy egy-egy lesz a mai kellemes esténk állással. Legalábbis a Clicktech el akarja hozni, és erre minden lehetősége megvan. Egyelőre több kezdeményezési lehetősége van, mint az Oriennek, és az bizony nagyon fájó pont, ha elkaptok egy X-packet, aki full tank és pokoli marokkal jön. Székrencsi még most érkezik meg, de már nincs Jesse's, és mehet előre a Renekton, de helyette inkább Baron Nashort hívnak, mivel hogy van kettő darab Uber tankjuk meg, plusz ugye ott van az Olaf is. És nem tudom, hogy ki mehetne be Inseknek, oké, van villanása, vagyis sújtása, villanása nincs éppenséggel. Pont ez lett volna fontos, így el is kell engedni ezt a célpontot. A sárkányt pingel időközben Insekt, ami egy óceán sárkány. De hát ez somány vigasz azért egy Baron Nashorért. Nos, ez is egy megfogalmazás, igen. Utolsó esély egyébként ez. Mármint amit épít Nikola Senpai, nem más. Óceán sárkány az Orihenhez, ahogy te is kiemelted. Második elemi sárkány, ez igazából azt hiszem úgy szokott a leggyakrabban megfogalmazva lenni sárkányrészet, mert hogy mi más. Lovagi esküt épít közben Insek. Hát nem tudom. Nem gyakorlatilag a Clicktech végig tud rohanni az Orihen csapatán. Igen. És pont azt akarom mondani, hogy nem a gyorsasággal van probléma Inseknek, hanem rossz ember tud behúzni. Mondjuk ennyi tank közül ugye nehéz. Ötből három, úgy gondolom nem éri meg behúzásra. És Milicának eddig gyönyörű szépen működnek a pokoli markai. Mindig talált valakit a csapatharcban, akit ha kivett, akkor fölénybe tudott kerekedni a Clicktech, és ez hosszú távon láthatjuk az eredményt. Nem maradt külső tornya az Oriennek, és a Clicktech megy előre Baron Nashorral felelősített minionokkal. Igaz, ágyus nincs, de hát attól függetlenül ezek is tankolnak egy jó ideig. És nézzen Nikola Senpai mit lő abban a toronyba egy negyed életérétől. Biztos, hogy búcsúzott, Stefan kapott egy kisebb sebzést Froggentől. Inkább érte volna meg ez a Rise tiltás. Oké, a Nivea sincs, de... Nem, nekem amúgy a Sivir tetszik kevésbé, pedig jól igen. Farmol, jól farmol Forgiven. Igen, akkor egyet értünk maximálisan. Edin Priktelig bemenek, romlás lánca kijött, de nem talál el senkit, vagy legalábbis eltaláltott volna, de Sivir ezt nem igazán vette föl a pajzsának köszönhetően. De a torony megvan, ez a lényeg, nyitva van az egyik ösvényen a bázis az Oriennek. És a Clicktech jól végezte dolgát, hazamegy, bevásárol, és megküld egy másik ösvényt. Hát gyakorlatilag tényleg csak ennyi fog történni. Titán Hydra lett végül Sakrénál. Az utolsó esélyt pedig Nikola Senpai fejezte be. Durva azért, hogy tárgyas különbségek vannak lövész és felső ösvényes között, de hát ez árbéli különbség is, ugyebár. Mm-hmm. Szeretjük a lövészeket. Kacsin, kacsin. Ja, és egyébként dupla reakció van az Orihennél, mert Sejmövet már nem csak Froggen vásárolt. Runa Burton, székre lehet kezdeményezni, Insek is itt van, ezt már egyszer láttuk, karóba húzás is stimmelt. Elmegy székre, nézd meg, hogy milyen tovább csúszást nyomott itt nekünk. Froggen pedig nem talál be a kújával, de akkor megölöm a Runa Burtonnál, mondta ő. Így is meg lehet csinálni. Azonban nagyon hosszas ennek a Renektonnak a megölési szakasza. Nincs itt a egyre kevésbé. Igen, mondjuk jó, oké. Lul. Nikola Senpainak viszont érkezik a sebzése, és Milicára lehet kezdeményezni? Aki ki is villan, hárman jöttek reménységi mérülésre Jesse-zék. És nem látják, hogy ő melyik bokorban megy haza, mert abban a bokorban bizony nincs őrszem. Ellenben végig nézd meg azt a piros őrszem hullámot. Valószínűleg sokkal több tárgyuk lenne, hogyha nem őrszemre költenék, de hát ez biztos megéri. És itt a lényeg a lényegben.
hogy megéri őrszemezni, mert ekkor előnyt tudsz kialakítani. Jó, de a lényeg lényege lényegében lényegtelen. Lényeg lényegében, hogy Csió mindig vesz őrszemet, ezért legyen olyan okos, mint Csió. Vagy mint a kliktek. És igen, tehát maximálisan egyet kell értenem benne, ez szivír. Hát kell neki még a határtalan, utána megbeszéljük, hogy jó-e. Addig még inkább nem minősíteném. Mert most is pattognak a csakramok, csak... Jó, de ez nem Xena, ő szivír, tehát így... Xivír. Xivír. Nicholas Senpai-nak azonban sokkal jobb a kezdeményezés lehetőség a romlás láncának, és nézzük akkor a kezdeményezési lehetőséget. Cégre be tud csúszni és kábítani Stefan végigról a pályán, mondjuk ez nem egy kezdeményezés, inkább ilyen félelemkeltő effektus. Akkor Freddy Krueger megjelenik az álmodban. Róla álmodsz. Milicának ott a pokoli marka, ugye romlás láncára beszéltünk, eddig Pricktel pedig, hogy a felütésekkel bőven tud. Ellenben a másik ösvényen van bőszen, és mégsem tudja kihasználni. Tehát egyedül Sivir nem tud lekötni. Most például egy Runa börtönös sebzés kiosztást láttunk Froggentől. A Kliktek szeretne inhibidort elhozni. Székre bemegy előre agresszívan, kapott egy Runa börtönt, és megy előre! Ajaj. Az a Scanner, akit be lehet robbantani, de nincs lövésze, Nicholas Senpai meghalt, menekülni kéne a Kliktek-nek. Most unta meg a bullit az Orihen. Székre még visszaugrik, igazán, hogy mentse társait, ki is kell villani, a virágugrásra mennek, Forgi menik előre. Milicát kéne eltüntetni, megkapja a Runa börtönt, Edin Prickcel még mindig bírja a sebzést, Milica viszont annál kevésbé. Szép a darálás, és nézve meg lehet ölni az egész Kliktek gárdáját. Kivéve két ember, Stefánt és Szikrét, aki nulla életerővel felhúzták a nyúlcipőt, és megpróbálnak hazajutni. Ez már egy tetszetősebb csapatharc volt. Igen. Ez mondjuk inkább Inseknek volt köszönhető. Viszont neki nagyon. Mert az, hogy Nicholas Senpait el lehet kapni, és neki nincs reakciója, gyorsan nézvett és sejmövet. Igen. Az mondjuk fájó. Így majdnem 30 perc után. Emiatt lehetett megnyerni a csapatharcot, mert az igazi sebzés hordozó az most valójában Varus. Renekton is fáj meg minden, de hát ő levakarható, meg nem biztos, hogy elhozza egyedül a csapatharcot, ha nincs felgyűjtve az összes jelző, és így tovább. Tehát azzal, hogy Nicholas Senpait gyorsan meg lehetett gyilkolni, azzal nyerte meg ezt az egész csapatharcot az Orihen. Hát vagy őt, vagy Milicát kell elkapni, a Milicának könnyebb, ha fönn van a pajzsa, őt azért nem lehet. Nem, mert Nicholas Senpai sebezhető, az előbb is láthattuk, és pont arra beszéltünk, hogy milyen kezdeményezés lehetőség van az Oriennél, amikor Insek egyből rávetődött. Elhozzák a következő sárkányt, így 2-2-re módosítják. Loturót 2-1-re még mindig. Olyan gyorsan kirakják a kollégák. Mondjuk igazuk volt, nem volt rálátása ebben az Oriennek. Megelőlegezzük ilyenkor a Kliktek-nek a sárkány bizalmat. Baron Nashor. A Bahon Nasho az bizony érkezik, Edin Prickre viszont szép Froggen sebzése, egyre tetszetősebb ez a Rise üresség botja is van nála, míg azért Milicennel ott van az a sírós maszk, plusz az üresség botja, ötjelző fekete pecsét gyűrűn, és a pajzsot adó szerepölelése. És a játék végéhez minél inkább közeledünk, annál veszélyesebb lesz az a Sivir. Most a határtalan pengével és lassan már egy gyors tüzelővel, vastatikkal. Ó, oh, Olaf Ragnarökkel megy előre, Insek még lassítja. Kijött a romlás lánca, Froggent lehetett volna elkapni, de nem. Kapott egy pokoli markot Insek, ebbe halt bele. Tamkencs még bírja a sebzést, Jessis vastag bőre, mindent kibír. Froggent pedig menti a menthetőt. Egyelőre még jó, most ért ide Sivir. És visszavonulót kell fújni a Kliktek-nek. El tudtak hozni egy játékos, de nagyon-nagyon lecsökkent az életerejük. Így baronnasorozni nem szabad. Közben éppen Csihi-Puhi folyik Székre és Xpect között. És most is három csakramból fél HP-szt a Forgiven a hátsó sor, de mire az megérkezett? Már szerintem Insek kétszer meghalt. Igen. Tehát jó-jó, csak nem eléggé. Na mindegy. Az a baj, hogy Jessis most nem tudta megmenteni Inseket, mert erről akartam korábban beszélni. Sejemövet vásárolt Froggen és Jessis is. Mert hogy Jessis ki tud szedni bárkit a pokoli marokból, ez Baron Nashor. Igen, és a legnagyobb probléma, hogy Forgiven éppen haza akart menni, és haza is ment. Ez már Baron Nashor. X-Pack sincs itt, rálátásuk sincs, így csak az üvöltésből tudatosul bennük, hogy ezt bizony elhozta a Kliktek. És most nagyon-nagyon kínos
percek következnek az Oriennek. Megvan a határtalan pengéje Forgivennek, amit vártunk. És igen, sebzés van benne. De ne felejtsük el, hogy mert többiek is vásároltak ettől függetlenül. Lovagi eskü ott van, Edin Priktelen, bár nem tudom mit keres ott rajta, de ott van. Lovagi eskü. De lovagi eskü, de igaz dicsőség? Azt kellett volna vásárolni, pont azt, igen, tehát igaz dicsőség van rajta, de lovagi eskünek kéne inkább lennie. Bocsánat, pont fordított szerettem volna mondani, mint hogy kiért a számon. Én személy szerint kedvelem, amikor igaz dicsőség van egy Alisztáron, sokkal egyszerűbb a kezdeményezése. Ja, hát arra tökéletesen jó, így van. És amúgy a kliktek kezdeményezni mer is, csak pont az előbb ugye az volt a baj, hogy Inszek rávillant az agyára Varusznak. De azóta már beszéltünk róla, hogy ott van a sejme, úgyhogy emiatt már nem kell aggódni. Amit Froggen is megvásárolt egyébként. És azért nagyon fontos, hogy Jessisnél is ott van, mert ő ugyan megment bárkit a pokoli marokból, csak befejezem a gondolatot, viszont őt kimenti meg, hát a sejemöve. És statik lett közben amúgy, hogy Forgiven a baronnal szemben is fel tudja venni az ösvény takarítást. Ellenmértékben. Igazán, de hogyha ez meccset ér a klikteknek, akkor ki kell menni Nikolás Senpai és Milicának a végső képesség használatát, eddig tökéletesen tudtak működni. Talán egyszer nem volt érdemleges hatása a romlás láncának. Jajjaj, ányus minion, bizonyám is Edin Priktel bent van a parti közepén, ott a romlás lánca, nem lehet lekötni senkit, csak Sion, a torony megvan, és mehetnek tovább az Inhibidorért. De válaszol az Orien, kijön a bázisáról, legalábbis az ágyus minionért biztos. Most nem sebeztek olyan sokat. Talán egy találta a Nikola Senpait, meg kettő Milicát. Milicáról ugye pajzsot is valahogy le kellett robbantani, de a kívánt hatás az még várat magára. Mert itt a következő hullám a minionokból, és ez bizony ki kéne bekelni valahogy. Székre bemegy agresszívan, és kezdeményezhetnének. Inszeknek még van karóba húzása. Székre bent van, Székre bent van, és kihal meg először. Egy helyre tömörültek, Székre halt meg, Inszeknek nincs életereje, hátrébb kell menni. Inspect is ugyanezen a sorson van, Jessis teljes életerőn, úgy ahogy Froggen is. Viszont megvan az Inhibitor, és mit kapott Forgiven? Az igen. Nem tud még mindig gyilkolni. Pedig most már csak egy tárgya van hátra, annál több már nem lesz. Ez pedig világugrás. A vöröset megmentik Forgivennek. Ez pedig mélységi merülés. Milicát kergetik a világ végére is. Ezben azért a kliktek ott van bent. Milicának a pajzsa lejön, majd kap egy unabörtönt. Szevasz! Xpectnek a végső képesség enyhe túlzásnak minősül jelen pillanatban. Bár már is negyed töltési időn van, úgyhogy hamarosan ismételten tudja használni. Úgy néz ki, kihozza az Orien a maximumot az ellenfél baronna sorából? Az lehet ilyen csúnyán mondani? Tudod, oké, hogy elhoztak egy tornyot, de egyelőre kiegyenlítettek gyilkosságban. Meg lett. Jó, oké. És mondjuk 20 másodperc múlva van egy sárkányunk, ez még pont nem az ősi verzió. Bár amúgy sem gondolom, hogy a sárkányok lesznek a legfontosabb célpontok ezen a mérkőzésen. Nem voltak túl kegyesek most. A sárkányistenek. Egy-egy felhő meg egy óceán. Az még nem mérkőzésmentő. Alapból sem vagyok jóba Cupidóval, de nézve ezt a Nikola Senpait jelen pillanatban, hát komoly kételjeim adódnak, hogy szeretnék szembe kerülni vele bármikor is. Ezt a sárkányt el tudja hozni az Orien. 3-1-re módosítják a sárkány állást, és kettő darab óceán sárkányuk van, ami egy kicsi bizakodásra ad okot. Egyelőre. Eddig Priktel átfut a Szekre. Dobott pizzán. Szekre benn van. Öt ember között megkapja a karóba húzás, nyúzást is. Be lehet fejezni. Forgiven végre elhoz egy gyilkosságot. Romlás lánca viszont talál. Froggenre rendkívül nagy a sebzés. Jessis menti ki. Xpect bement a buliba. És most lehet darálni. Pokoli Marok kijött. Edin Priktel nem gyűlnek fel a jelzők. Mert ki kell menni hátra. Nikola Senpai nézze mit él túl. Stefant lehet kergetni. Inszek üldözi őt. Meg lehetett ölni Milicát végül. Mélységi merülése pedig Stefan elé kerülnek, plusz ott a világugrás is, Inszeket lehet mentesíteni. A sebzés alól Froggen meg most már eléggé darálós kedvében van. Edin Priktel és a világ végén üldözik, de milyen szépen válaszol azért még egy visszaökleléssel.
Forgivennek még egy gyilkosság, és ez jó lesz a civilre. A bázisra lehet kéne reagálni, de igen, egyébként szép volt a sorozatos elkapás. Felső ösvényre megy amúgy ki X-Pact végső képessége, hogy azt is meg lehessen valahogy őrizni, nem csak a bázist. De nem lehetett. Az Inhibitor megmaradt. Küldetés teljesítve. Az végső képessége nélkül is meg lett volna. Nem kell mindig kötekedni, megmaradt az Inhibitor, na. Jó van, na. Jó van, na. Ellenfél kék lopás a Froggentől, és visszatolták az ösvényeket, ami azért egy mondhatni reményre ad okot. 36. perc küszöbén állunk, és az Orien bezett gyilkosságokban, tornyokban nagyon nem, és arany előnyük sincs, sőt hátrányuk van, hogy ezt így szép szóval mondjam, de mondhatom csúnyán is, piszokul le vannak maradva, egyébként lehetnének többel is, hogy a kliktek leleményesebb lenne. Elemez szépen védekezik az Orien. Vicces, hogy visszatért a meccsbe Forgiven, és amióta beporszívózta a gyilkosságokat, ő már full build-en van, Nicholas Senpai még közelébe sincs. Igen, 6-1-4-be lett így hirtelen. Igen, pedig amúgy 0-1 valamibe volt még. Ahhoz képest nagyon jól veszik ki a részét a csapat harcokban. Ez mondjuk a klikteknek is köszönhető, mert elég sok csakramot állnak végig. Amint elkészülnek a rabadonok a mágusainknál. Hát... A Rise sokkal jobb lesz, mint Milica. Igen. Ha erre szerettél volna kitérni, kimondom. Ürangyalos Renekton? Számíthat? Nem. Szerintem sem. Igazán, ahogy meg lehetett eddig ölni, ugyanúgy meg lehet ölni, és míg az újraérdési szakasza tart, addig egy könnyű célpontot Milicát vagy Nikola Szempát simán bedarálnak. Az előbbi elkapás során is kíváncsiak, mennyi hódító sebzése volt, gyanítom, be se tudta aktiválni. Uh-huh. Igen, ugye annak 4 másodpercig csatában kell töltened az időt, vagy minionok között, hogy beaktiválódjon, mert minionokat kell ütnöd, nem csak közöttük sétálni. Baron. Uh-huh. Vagy te. Az biztos, hogy elfoglalják Inszeknek a helyét, gyorsabban tudjon sógni. Vadászat on! Megyünk előre, szájon végső képesség, edén priktel a levegőben. Kapod még egy runabörtön, de válaszol egyből, Nikola Senpai. És meg lehet menteni X-Pactet. Jessis a megmentő a mai nap folyamán, lassítják még Stefánt, és jönnek a csákramok, nézze meg itt szakít Milicából! Atya úristen, Forgiven, nesze neked! Hű, világugrással mennek a Baron Nashorhoz, bizonyám, és menni kell haza jelen pillanatban a kliktek gárdájának, mert nincs életerejük. Stefán még itt van, halszál egy ragnarökös tobozógrás, hadd lássuk! Nem, azt azért nem, beugrik, Skarner elhozza a Baron Nashort és Forgiven a gyilkosságot. Hát igen. Nem ez, hogy egyre nehezebb lesz. Konkrétan egy ilyen lehetetlen helyzetbe kerül a kliktek lassan. Én azt írtam, hogy ez egy riptek, tehát... De én gonosz vagyok. Ez betudható ennek is. Ennyi volt a vezérzászlós minion. Forgivennel szembe találja együtt magát, de az AD sebzés... AD sebzés... Forgiven random elultizott. Mert hogy tolni akarják az alsó ösvényt, és a minionök is megkapják ugye a bónusz mozgási sebességet. Ez nem troll, kérlek szépen, ez szívír. Innovatív technika. Kek. Ezt is el lehet adni, nem? Ja. Hát ez csúnyán átadta a kliktek. Azt a dominanciát, amit eddig kialakította, azt úgy húzhatja le a Budin jelen pillanatban, hogy szép szóval éljek, és igen, tehát az, hogy Forgiven itt tudja nyomni az ösvényt, és van Baron Nashorjuk is, közben a középső ösvényen terrorizál mindenkit, X-Pacték, Froggenékkel simán elhozzák ezt a tornyot. Nézzek, ott a Minion is, ami szintén lövöldözik, meg hát 2 tank mögül Froggen is azért szépen darál, és ott van Forgivennek a segítség Insect személyében. Most már 2 darab ágyus Minion van, és ki tudja azokat megölni? Hát, egy Nikola Senpainak azért sikerülhetne, ha közel tudna férni jelen pillanatban hozzájuk. Most erre lehetősége adódott. Alsősvény feltolva, Froggen már át is vette amúgy a stafétát. Forgiven pedig találjahat a következő, mire a hullámot is felgyorsítani. Mm-hmm. Ja. Vagy lemegy, nem megy le. Ajjaj. Nézzük. Pattognak-e a csakramok? Biztos kiért a végső képesség Nikola Senpaitól, de X-Pactet kapta el!
Lehet-e vinni valakit valamelyre? Jessis kimentette Forgiven, de ő a célpont. És nézd meg a Sivirt, nem tud meghalni végre! Négy ember püfölte szana széjjel, Frogger még csak most érkezett meg. Insect kap egy pokoli markot, és őt is be lehet fejezni. Xpect még menekülhetne, ha lenne. Végső képességed egy villanással is elég távolságot tud nyerni. A Clicktech sem adja olcsón a bőrét, és hogy Froggen nem volt itt, ez nagyon-nagyon számított a csapatharcban. Egyrészt, másrészt gyönyörű szépen játszotta meg. Ó, szegényedé, Bricktel, pont rá gondoltam, hogy szépen játszotta meg. És nem meg. Hátrafele mennek, hanem előre! Hát eltévedtek! Ennek a meccsnek így vége lesz. Igen, nagyon gyorsan haza kéne menni. És nem fognak, bázis... Edin Bricktel meccset fog hozni. Ó, nem, bocsánat. Ő csak egy kicsit odaászta a dolgot, a barom miatt még így is hazaérnek a srácok, de tudják-e takarítani az ösvényt? Hát nagyon nehezen, nagyon szép volt egyébként annak az Alisztárnak a kezdeményezés, hogy visszatartotta az érkező Ryze! Nézd meg azért, mit csinálsz, Sion! Nem! Stefan is meghal! És mehetnek előre az Orienesek, mert biztos a base rész, egy percig nem élet senki, Jessis világugrással vigyél valakit, vagy mélységi merüléssel vigyed a világugrásos Ryze-t előre, és mindenki visz mindenkit valamerre. Menni kell, és be kell tolni a bázist, nincs más dolga, fél perc, míg Stefan élet, Milica is kb. Edin Bricktel fog a leghamarabb felkelni, ugye ő áldozta be magát legkorábban. Alsósvérő van elég minél, lehet endelni? Nagyon érdekelne, de igazából ha egy is van, már be lehet fejezni a mérkőzést. 20 másodperc, még igen, rengeteg idő. És jó hívás volt, amit a Clicktech-től láttunk, de úgy tűnik, hogy a jó hívás itt nem elég. Ide tökéletes hívás kell, és az bizony, inkább az Orihentől jött meg. Bizonyán nincs torony, ami védje a Nexus, és nem tud semmit csinálni Edin Bricktel. Az Orien elhozza a revansot a Clicktech-kel szemben, és így kijelenthetjük, hogy nem leszünk itt karácsonyig, mert az Orien 2-0-ba zárta, a Clicktech 0-2-be zárta, és az XL 1-1-ben a mai napot. Hát erre azért nem fogadtam volna. Arra mondjuk én sem, hogy a Clicktech harmadik lesz a csapatban. Az Orihen elsőt azt még besetszoltam, bár nem így. Hát tényleg egy alaptámadás, vagy mennyi hiányzott ahhoz, hogy meglegyen a meccs. És amit itt Froggen takarított, elképesztő volt. Zseniális. Következő mémek fognak születni. Clicktech labda, és így rugdossa az Orihen meg az XL-t. Igen, lehet, hogy most a Clicktech arcoskodta el a dolgokat, nem? Tehát a sok twitteres kép, meg lepisíjük, na mindegy. Amit viszont még mondani akartam, és Edin Bricktelnek jóváírni, az ez a kezdeményezés volt a végén. Tehát az, hogy befelé fejeléssel még nem a lövészre ment, utána pedig kivárta a pajzsd járását, és utána jött csak a feldobás. Ezzel már önmagában kiszedett egy villanást Forgivenből, akinek így egyből a Tahmkench hasába kellett érkeznie. Itt még ugye nincs semmi sebzés, mert hogy a lövész az éppen Tahmkench hasába van, vagy gyomrába van, Froggen pedig egy másik ösvényen valahol az alsó környékén tologatja a minénöket. Tehát ezzel az egész kezdeményezéssel megteremtette a lehetőséget Edin Bricktel, amit igazából ki is használtak a Clicktech, de valahogy aztán a végén az, hogy mindenki rá átpattant a varázs sebzése Froggennek, pedig Alisztár megtette, amit meg kell tenni. Tehát ő odaadta... Ennél többet nem tudod. Nem, tehát így maximálisan kihozta, és odaadta a lehetőséget a Clicktechnek, hogy megnyerjék. És tényleg nem múlott sok mindenen. Nagyon hamar bedarálták Alisztárt. Szerintem, hogyha még egy kicsit, két másodpercig tud még kötözködni Ryze-ékkal szemben, akkor ez megvan a Clicktechnek, mert akkor nincs annyi idejük, hogy visszaérjenek. De hát már láttunk ilyet, hogy egy alaptámadáson múlott Csacséknak a győzelme, de egyébként elmondhatom más LCS csapatokról is, hogy egy base rész után épp hogy egyben maradt a Nexus, és utána fordult a másik csapat, mert rengeteg az újraélési idő már ebben a szakaszban. Gratulálunk az Oriennek, hogy magához tértek. Tényleg nagyon jó volt. Szivirben okkal kételkedtünk az elején, aztán tényleg porszívózott, ahogy te szoktad mondani, és onnantól kezdve már darált is. Egy jó háziasszony, csak nem lehet befonni Forbidden haját. A Clicktech pedig mély repülésben van, ezt is kijelenthetjük jelen pillanatban. Az elmúlt két nap nagyon nem az ő napjuk. Hát nem. És mondjuk most bennük volt a lehetőség, de egyszerűen nem tudják behúzni a győzelmeket. Egy pillanatnyi megremegés, egy vereség a Clicktech-től, és utána úgy tűnik, hogy össze is törtek.
Hát, mert most már vereség sorozat van, a három az már sorozat. Most jön a 27. nem, valószínűleg nem, mert akkor ki fognak esni. Nem, az egyébként nem. Tovább folytatják, de azért nem szabad leírni a klikteket. Az XL nagyon csúnyán odapirított nekik az elmúlt két összecsapás során. Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy egy törés egy ilyen csapatnak, aki eddig vissza sem lehetett tántorítani Nexus-tól. És láthatjuk igazándiból a franciák veretlenek. Franciák, igazából igen. Ez a legjelentősebb talán. Hát a Baguett hatalma. Amúgy a spanyolok is egészen szépen teljesítettek. Hát a németek már nem annyira. Lengyelek sem. Spanyolok? Tetszik, tetszik. Azon gondolkodtam csak, hogy hány vereség volt ebből a Movistar Ridersnél, de azt hiszem kettőnél maradunk. Most nem kaptak, és kettő volt, így van. Tehát a kettő volt a végleges, amit ők adtak a spanyolok vereségéhez. Így van a négyből. Na mindegy. Hát összességében egyébként egy egész szép napot tudhatunk magunk mögött. Az biztos. És még egyébként időben is vagyunk. A 22 perces mérkőzés azért az megsürgette a dolgokat, hogy mondhatjuk így. Az biztos. Holnapi nap folyamán érkezünk ismételten European Masters következő részével. Ugye most már nem csoportköröket fogunk élni, hanem kieséses szakaszt. Érkezik a Facebookra majd a táblázat, hogy milyen mérkőzések következnek, meg posztolunk, meg mindenféle finomságot készítek majd nektek holnapi nap folyamán. Próbálok mémeket is csinálni, ami még vicces, az még jobban megpróbálom. És nagyon szépen köszönjük a figyelmet szerintem mára, egy Buci nevében is. Jó éjszakát kívánunk, holnap pedig tartsatok velünk!